Hát igen, körbe megyünk, és utána meg föl. Ott is, amiből csak a maradvány van. A többi várból kiindulva, amit láttunk már. Tudom, hogy abban a sarokban érdekesen van benne, az egy. Ugye elvileg volt egy. Sajnos nem tudta utalérni, ezért oda kiáltott ennek a magyar leánynak, hogy az övénél fogva rántsa le a kunteruháról. Így is tett a magyar leány, és hát ugyan kérte, hogy ne ölje meg a kun vitézt, de Szent László ezt sajnos mégis megtette. Nemesi fiak már egészen 5-6 éves koruktól kezdték a lovagrend tanulását, és egészen 18-20 éves korukig folytatták azt. No de mikor betöltötték a 12. életévüket, már így teljes lovagi páncélzatban is gyakorolhatták a karnak forgatásának tanulását. No de igen, fiatalon el is kellett kezdeniük a lovagoknak, a kislovagoknak a gyűjtögetést, hiszen egy így teljes lovagi páncélzat akár két kisebb falunak a teljes éves jövedelmét is kitehette. Mostan pedig vendégek, tovább sétálunk a következő kerülbe a Gondászterületre. Köszönöm, hogy megtaláltad.
Gyere, Bendécskér! Gyere, Bendécskér! Gyere, Bendécskér!